Nyugi, nem vagyok kirúzsozva. Szevasztok, babáim! Az van, szarrá égett a szám, úgyhogy muszáj voltam bekenni ilyen fényvédős szőlőzsírra. Azért ünnep úgy, mint hogy ki lennék rúzsozva, miközben nem vagyok. Jó? Ez fontos leszögezni. Jó reggelt, babáim! Cső, Tibi! Köszön! Erik volt az első, a leggyorsabb. Pallagi Brigitta. Na, szevasztok! Na, gyerekek! Célegyenesbe fordult a meló, ezek megőrültek. Két szempontból is célegyenes, ugye, mert ma este képernyőre is kerül az ezek megőrültek, TV2 19-25, és az utolsó négy forgatási nap következik. Jó meló volt, meg minden, de nagyon-nagyon sok volt, nagyon hosszú volt. Ásserje a háttérbe, írja valaki. Jó megfigyelő vagy, öccsé? Én akkor mindig veletek beszélek be egyébként, azért jó nekem. Írja Boglárka, megkezdődött az utolsó forgatási hét, meg Boglárka, és nem fog hazudni. A jóból is megárt a sok, ez most így elég volt. Na, jó reggelt, merre, kérdezi Benedek, az előbb már elmondtuk, csáfa csiga, kapcsolj már más zenét. Alapvetően azért nem kapcsolok más zenét, mert ezek ilyenkor egy kicsit ilyen szignálokká válnak. De jó kedved van reggeli, még nem látok. Hát állj, ha lehetne, még én se látnék. A jó kedv az pedig miattatok van. Jó reggel, te is megőrültél. Nagyon nagy arc vagy. Mindig a live-val kezdem a reggelt. Cső. Kitartás a forgatás végére. Jó. Na, hogy tetszett tegnap? 2500-an néztétek a live-ot, ahol Mankerrel nyomtuk tegnap is már a vadi új kis technikámmal élőztem. Szerettétek? Mi újság, én most megyek gólyatáborba. Na, vért pumpálok a számba, figyelj, van egy, ez egy kis technika. Na, jó reggelt Bécsből! Jó reggelt, Tibi, hello. Sziasztok, jó reggelt. Na, néztétek tegnap? Tibi, legnagyobb forma vagy, ide Gergő. Cső, jó reggel, Tibi. Jó. Na, ezzel lépünk túl, jó reggel van. Mi ez a haj, kérdezi valaki. Na, megjött az első hajbeszóló. Nincsen bezselézve, mert ott zselézem be. Nyugi van, gyerekek, a haj örök. Na, néztétek tegnap az élőt, amit az új technikával nyomtunk a fankorra? Nyomtunk egy élőt, és most már a kis robotkamerámmal nyomattam. És olyan, mint egy kis tévéműsort néznél, tehát föl van képezve, vannak vágóképek, vannak totálok, tehát az egész mégis úgy néz ki, hogy csak egy ilyen mobiltelefont tartunk magunk elé, hanem kicsikét tévéműsorszerűbb az egész. Jó reggelt Berlinből! De nagy! Jól lenne a rúzsírja, Júlia! Nem rúzs! A szőlőzsír, ilyen UV-védős, nagyon-nagyon csúnyán. Tegnap is figyeltek, elképesztő meleg volt, a sírás kerülgetett, tehát egy ilyen 10 órát lenyomsz ott a 5000 fokon, úgyhogy semmi, nem, egy árnyékban nem tudsz bemenni. Te vagy a király, írja Martin. Na, jó a Polo, Stylanders, így van. Ismét. Egy jó kis Stylander darab. Menő, csak a Stylanders. Jó reggelt, szuper voltál Nyíregyházán, én is nagyon jól éreztem magam nálatok. Na, pacsi, Norvégiából, de nagy! Mit csinálsz Norvégiában? De jó. Milyen volt a vacsi a szomszédban? Hát igen, alapvetően költséghatékony volt a dolog, mert a hozzávalókat ők megvették, és utána megfőzhettem ott magamnak. Tehát, hogy voltunk a szomszédban, egy kis italozás volt, egy kis szivar, egy jó vacsi. Rám fért. Üdvözöllek Görögből! Elmentek ti a picsába, de tényleg? Görögországban vagy? Te rohadt mákolos! De Norvégia! Norvégia az nagyon nagy hely lehet, nem voltam én Norvégiában. Milyen ki Norvégiában? Írjál már valamit, mit csinálsz ki Norvégiában, és milyen ki? Zseniális. Mindjárt csúli, oh my god, írja Dorina, hát rábasztatok. Nagyon csúnyán rábasztatok a sulival, figyeljetek, a suli ultimate szopó. Nem néznek hülyének, hogy a kocsival magadban beszélsz? Attól tartok, mert tudják, hogy miért van. Na, nézzük! Ne komment!
Szingapurban még mindig írja Edith, ne baszd fel, hogy Szingapurban vagy, te rohadt mákolós. Na, de mit csináltok ki? Ne azt hittek, hogy Norvégiában vagyok, meg Szingapurban vagyok, hanem mit csináltok ott? Miért vagytok ott? Üdvözöllek a Neptun rendszer elől. Ja. Igen, írja valaki, az iskola kérdésre rábasztunk, és tenni egy szomorú fej. Hát nagyon. Figyeljetek, az iskola, főleg ez a magyar iskola rendszer, ez nagyon porosz. Tehát ez a bejárni, rettegni valami gyökér tanártól, akinek egy rakás szar az élete, és rajtad tölt ki a bosszúját, és közben tanulsz 10-15 dolgot, amiből jó esetben, hogyha kettő érdekel igazán. A tényekben az ezek megőrültekről van szó. A tényekben. Begyűjtöttek a rakétákat? Na, jó reggelt, Amerikából írja Csengét. Oké, de ezek blöffök gyerekek, az egy kis Asher. Kibaszott nagy az a szám, mennyit bulisztunk el, anyám, de jó. Na, hajrá babóc, babocsa, hova mész? Ezek megürültek, forgatás utolsóit. Jó reggelt, Vegas, volja Dominik. Dominika, ha tényleg Vegas van, vagy rohagy meg. Oké, okay. Jó reggelt Magyarországról, Melóhelyről, írja László. Igen, de Melóhelyen nézed, akkor gondolom marhára lekötet a meló, mi? Vigyél haza Tibi, írja Júlia. Az a baj, Júlia, hogy Manu úgy engedni, hogy megtartsalak. Vagy hogy érve haza? Ja, csak úgy. Nagyon szeretlek, stb. A jó reggelt Egerből. Jó, Egert is nagyon szeretem. Mielőtt most ezt így kinevetnénk, Eger az egyik kedvenc magyar városom. Eger, Sopron. A harmadikán lesz élő koncertet, ugye? Kérdezi Petra. Hát figyelj, ha meg van hirdetve, akkor nyilván. Egyébként, tudjátok, azért nagyjából ismertek, hogy tróger vagyok, ezeket én nem tartom így számon, hogy mikor van élő koncertem. Nem félsz a rendőröktől? De egyébként félek tőlük, de nem amiatt, hogy élőzök, mert ez semmel nem kevésbé legális, nem nyúlok hozzá, tehát így igazából csak oda pillantok, mint egy GPS-re. Nem félsz, Tibi, egyszer karambolozol, és mindenki látja, hogy megsérülsz? Nem. Csá, Mizu van, Tibi, itt Csornáról. Szevasztok, Csornán, jó reggelt Győrből. Na, ezeren vagyunk je, írja valaki. Hát ezeren vagyunk je, per megalázó, mondom, de hol forog az ezek megőrültek? Gödöllön forgatjuk. Kis Pest is the best, írja Simon. A nyolckereszt lehet, hogy megvétózná. Szép napot, Tibi, Földesről, jó reggelt. Na gyerekek! Tessék! Én azt mondtam nektek, hogy az ezek megőrültek. Jó meló volt, de kicsit az kemény volt a nagy melegben, és most elég volt. Tessék! Mindenki most, nem fogom beolvasni a nevét, herótozhatja, kibeszélheti magából, hogy szaramelója, és egy szarameló helye, és hogy miért szar, és én beolvasom. Beszéld ki magadból. Írja valaki közben, hogy kaptál már élőben defektet. Tehát, hogy igen, azt is együtt vészelti. Tehát, na tessék, egy ilyen munkahelyi játék. Mindenki elmondhatja, hogy mennyire herótozza az iskolát, a munkahelyét, miért, nem fogom beolvasni. Ceglédről vigyél haza, mondja, hogy Júlia, gólyatáborban vagyok. Júlia, nem engedni a Manu, hogy megtartsalak. Mindig akartam egy Júliát, de a Manker Júlia ügyben nagyon szigorú. Azt mondta, hogy Romeo és Júlia, csak két ember, nem lehet három. Hiába győzködöm, hogy a három az egy gyönyörű szám. Jó reggelt Szegedről. Hello, szülővárosom, cső. Jó reggelt Törökből. Stanány. Na, gyesen vagyok, írja Evelyn. Védekezni. Brisbane-ből, Ausztráliából menj a picsába, Csaba, ha tényleg ott vagy. Ne, Ausztráliából ki kell jöjjek. Világbajnok melón van, 8 év után az első normális. De előtte mi volt és most mi van? Jó reggelt Budapestről. Kies Budapest? Utálom a surit, így a Zalán. Hát ennek csak egy oka van, hogy iskolába járni szar. Ezt én kimondom, a suli egy szar. Nekem egy 3 éves, egy 8 hónapos főnököm van. Gondoltad így a Zsófia? Babák?
Gödöl a király, írja valaki. Na de... Na jó, gyerekek. Jó, ez egy fos. Várjál! Jó reggelt, Sárospatakról, Baktáról, Mezőkövesről. Jó, ezen túl vagyunk. Na, gyerekek, kinek milyen melója van? Ki az, aki imádja a melóját? Ki az, aki... ki? Azt írja. Jó dolog az az ásás, de még jobb, ha más ás. Te kibaszott primitív. Na, gyerek, nézzük a melóhelyeket. Ki mit heroltoz? Ki mit heroltoz? Beszéljük ki. Ne maradjon bennetek. Jó reggelt! Imádom a munkám, ruházati eladó vagyok. És imádod, Nikolett? És imádod? Tibi, szeretsz horgászni? Ha babócsán jársz, elvisznek magammal így a roli. De ugye nem ilyen börtönmódra akarsz elvinni magad, de hogy utána ledobsz a lyukba is kényeztetsz. Milyen telód van? Hát több is van. A P9-es, a Huawei P9 Plus-szal megy az élő, és a zenét pedig egy iPhone 6-es Plus-ról hallgatjuk. Én is gyersen vagyok, de előtte 12 órázás non-stop a számítógép előtt, hogy Katalin. Tantárgy felvétel a meló, már részvétem. Én szeretek dolgozni, nem adózom, így a Gábor. Erről így passzívan se akarok tudni. Na, nézzük még néhány kommentet. Cukrász vagyok, imádom, írja Beáta. Na, igen, cukrász, na, szép meló. Telekomnál vagyok, telefonos ügyfélszolgálaton. Én szeretem a céget, az embereket már kevésbé. Hát, figyelj! A telefonos ügyfélszolgálat, amikor mindenki rajtad tölti ki az aznapi bosszúját, és egy 40 percben ordibál veled, és nem akarja megérteni, hogy te csak egy alkalmazott vagy, és éppen két teljesen vétlen ember töltik egymáson a haragját, zseniális. Jó ez a konyha, ha kassza Tibi nyomja. Két kanyar. Már ilyenkor már tudjátok, mert csak két kanyar van hátra, zseniális. Szeretem a munkám, konditeremben dolgozom. Személyedző vagy? Igen, a személyedző az egy kicsit, szóval az úgy van, hogy ezt egy kicsikét azért popsival fizetik, nem? Tehát, hogy nyilván van benne pénz, jó pénz, de közben azért ott azért leskelődsz egy picikét, jó formás popókat. Állatorvosnál vagyok asszisztens. Jó, az állatorvosok, meg egyáltalán szerintem mindenki, aki gyógyításban, orvostásban, az óriási ősök vagytok. Megy forgatni Gödöllői, valaki így van. Imádnám, ha nem kéne 7,5 órát ülni, írja a Mercedes-szel. De mindjárt olvasok munkahelyeket, ki mit heroltozik, mert meg kell álljak, mert egyszerűen nem látom. Pillanat, gyerek, mindjárt ilyetek vagyok. Én már egy félreállok, leparkolok, jó gyerkőcök? Vevőszolgálat barkácsboltban, imádom. Csak ne lenne néha olyan baszottul alacsony ez a bizonyos kerítés. Nagyon tudom, miről beszéltek, fétek az emberek, azért szóval kemények tudnak lenni, főleg egymással. Szerinted ki lesz a magyarok első számú kapusa? Fogalmam nincs, hogy őszintén leiszarom. Nagyon keményen és magasról. Motorvezérlők egy gyártott felső kategóriás autókba, valószínűleg a tiédben is az van. Hát amennyiben ez egy felső kategóriás autó, de lehet, hogy nem is az. Tibi, te szereted a melódat. Veletek foglalkozni szeretek. Vannak nyilván olyan részei, amit nem szeretek, de amikor dolgokat gyártunk, és jól szórakoztak, és az így visszaigazolást nyer, hogy van értelme csinálni, ezt nyilván szeretem. Téglagyárban melózom, szeretem, de a fizum imádom. A melót szereted, de a fizut imádod. Pultos vagyok kocsmában, az élődet az egész kocsmának nyomatom. Na, így jöttök az egészségemre. Most erre a körre mindenki a vendégem. És hogy fogom adni? Rábasztok. Na, nézzük meg MS-ét. Nagyon zsír ez a műsor, Johnny. Vagy Johnny volt? Johnny volt, jól olvastam. Soha nincs szabadságom, nem kapok fizetést, nem metek táppénzre. Igen, anyuka vagyok. Igen, kitaláltam. Matyika írja, hogy vonatkerék pumpáló vagyok. Te nem vonatkerék pumpáló vagy, hanem egy gyökér.
Én annyira nem vagyok toleráns a gyökerekkel, tehát hogy nem adom. Fősúli mellett pénztáros vagyok a Tesco-ban, szeretem csak sokkal pont emberi a boglárka. Igen, hát, de az nagyon becsülni való, meg nagyon jó dolog, hogy nyilván beladsz otthon, meg besegítesz, vagy már magadat tartod el fősúli mellett. Jó fej vagy, bírunk ide Árpád napszemeg nap nélkül, kérdezi Gábor. Igen, tökéletes meglátás gyökérként. Szemüveggyárban dolgozol, Gábor? Te nagy! Most kezdem el a központi fűtés gázszerelő szakmát, írja Martin. Jó, hát ugye jön a kemény tél, akkor ez egy jó meló lesz. Ez egy... itt a kocsimra blöffel valaki. Na, én megyek suliba, szia Tibi. Te hülye, még nincsen suli. Mi valakinek már elkezdődött a suli? Én zenész vagyok, imádom, írja Csaba. Oké, bocs, dobos vagyok. Igen, de jó, az nem úgy zenész, de a zenész egyik legjobb barátja a dobos. Van-e tetoválásod, ha hol és milyen? Igen, a farpofámon van, és ráírattam, hogy M3-as, hogy ne felejtsem el, merre kell hazamenjek. Szerinted reggel 9-kor 1000 néző nem is rossz, vagy írja valaki, én egy kibasztott gyárban melózok 4 éve, 3 műszakban, és sajnos nem tudom mutálni. Na, az nagyon nagy. Security is vagyok, írja Ágnes. Női security is. Oh. De érdekes. Leszel a TV2-n? Leszek, mert indul az Ezek megőrültek, egész pontosan ma este. Na jó, gyerekek, elmegyek, mert a reggeli kávém nem igazán tudja meginni magát, ha nem megyek oda, értem. Táncpróba Szalavatóra. Angelika, twerk legyen, twerkeljetek! Rázzátok a popót! Azért kértem bocsánat, írja Csaba. Igen, értettem. Ma vannak a pótvizsgák, írja Szandi. Oh, bukott diák vagyok én is. Fogtechnikában dolgozom, imádom a fogorvosokat. Oda rúgszol a legjobban, fej? 1300-an vagyunk. Mondd már meg, mármint, hogy milyen kocsim van? Soha. Küldj egy puszit. Jó, aztán nehogy gyerek legyen belőle. Ma van anyám szülinapja, boldog szülinapot. Mikor kezdtél a zenei szakmában dolgozni? Még nem, de távlati terveim között szerepel. Havi 350 ezeret lehet imádni, nem nagy képviségből, csak hogy értsd, miért imádom, hogy Attila. Ja, még az előző, hogy a munkámat szeretem, de a fizumat imádom. SMS-re vagy reagált. 3 műszak, én 4-ben szívok, írja Máté. Édes bogaram, nagyon veled vagyok, ultimate szopó. Nem lesz a kucsival live-od? De, lesz a kucsival is egyébként. Meg mindenki, a gyerekek, 4 nap, tartsatok ki, 4 fucking day, és hazamegyek, és gyerekek, megindulnak az élők, megindulnak a félholtak, mindent hozok, jó? Tivi, te mindig is énekes akartál lenni? Írja Letty, azt hiszem. Igen, még mindig az akarok lenni. Egy napon valóra váltom az álmomat. Na, Tibi, jó a frizurát. Na viszont csak érdekességet elmondok egyébként, hogy aminek abszolút nem örülök, hogy azt a szomszédomat, akit egyáltalán nem szeretek, sőt, azt tegnap éjjel, ha minden igaz, ilyen valaki megtámadták, megdobálták kővel, meg bedobták az ablakát, meg nem tudom, és ott hát, mikocsink mögött is ott bújkált valaki. Ez nagyon beteg, azt nem értem, miért nem hívott rendőrt egyébként, mert azért szerintem ilyen támadásra rendőrt kell hívni. De minden esetre konkrétan a Manó is rettegve aludt el este. Én nem hallottam semmit egyébként, meg a másik szomszéd sem. Tehát lehet, hogy magát dobálta meg, de amennyiben nem, én most nyitott ablaknál aludtam direkt pont azért, hogyha bármi van, akkor halljam. De hogyha véletlenül ismerősének az ismerőse ott van, és ki volt a gyökér, akkor most mondom, hogy kibaszott úrába szik, mert 5 perc alatt kint vannak a ravosok, ugye a Manó ugye nagyon félős, és emiatt ő pánikgombbal alszik, és tehát van a riasztónak egy ilyen pánikgömb, ez mindig ott van a kezeügyében, tehát véletlenül, ha legyen csörömpölés, hogy nekiáll valaki dobálózni, nem véletlenül aludtam én is nyitott ablakkal, hogy hát, hogyha jönnek a faszfejek megint. Tehát független attól, hogy ha valaki, akkor én nem szeretem a szomszédomat, de hát azért az a... Tehát így betámadni valakit, meg nem tudom, kővel megdobálni a házát, meg nem tudom, konkrétan nem nekem panaszolt, nyilván nem az én vállamon fogja kísérni, de hogy konkrétan bedobták az ablakot, hogy minden nagyon meleg, szerintem, úgyhogy azért erre oda fogunk most figyelni. Anyahajó, kabinajtó, hajtogató vagyok, nem lehet, hogy csak egyszerűen gyökér vagy? Jó reg! Énekel, Tibi, te voltál, Tibi, írjátok, nem én voltam, bármennyire is nem szívlelem,
sem őt, sem amit csinál, sem a hozzáállását, az életet, sem a kutyát. De függetlenül egy ujjal soha nem nyúlnék hozzá senki, egyszerűen nem az én stílusom, nem is támogatom ezt. Sőt, én leszek, tehát ha mondjuk ezt én láttam, vagy hallottam volna, akkor ilyen esetben azért összezárnak a szomszédok, hiszen együtt lakunk, volt az egy lakóközösség. Úgyhogy bármennyire is nem szívülöm a szomszédomat, értelemszerűen egy ilyen szituációban számított rám. Tehát ha ébren lettem volna, hogy én magam hallom, akkor én ugyanúgy hívtam volna akár a ravosokat, a központi ezt a riasztó szolgálatot, vagy ugyanúgy hívtam volna a rendőröket. Tehát ez nem, tehát ott azért az, hogy az utcában bárhova, ha tolvaj van, ha besuronó tolvaj van, ha rablás van, akkor azt gondolom, hogy az egész utcának össze kell fogni, mert előbb-utóbb mindenki soron lesz, ez nem jó. Tibi, csináltam neked kávét, írja valaki, én Tibi rajongó vagyok, én neked Tibi, sajnálom, fura a séród. Na gyerekek, ebben most ennyi volt, elmentem kávézni, csöcs!